Sziasztok! Egy korábbi videómban már bemutattam a Jurassic World bukott birodalomhoz kiadott virtuális valóságkönyvet, a Raptorok megmentése hal címmel, viszont azóta is adós maradtam még az első Jurassic World VR könyvvel, az Ahol életre kelnek a dinoszauruszok című kiadással. Ez egy vékony könyv, hasonlóan a folytatásokhoz egy puha borítást kapott, az elején Rexi látható, a hátoldalán pedig két jelenet a filmből és egy fel nem használt koncepciós rajz Rexiről. Mint az előző videómban is említettem, kellene egy másik mobiltelefon, amivel meg tudnám mutatni, hogy hogyan is működik konkrétan a könyv, de az a lényeg, hogy le kell tölteni a megfelelő alkalmazást, telepíteni, és a megfelelő oldalakon látható jeleket beolvasva megjelenik a kívánt állat, amit sétáltathatunk itt is, és hangokat is képes kiadni, bár tréningezni, edzeni nem tudjuk, mint a folytatás könyvben található állatokat. Nos, igazából a sziget térképével kezd a könyv. Külön bemutatja a Mosasaurusnak a tavát, a Gallimimus völgyet, ahol a növényevők találhatók. Bemutatja a labort, ahol az állatokat keltik életre. Majd kezdi ugye a sziget királynőjével, Rexivel. Ezt már be lehetne olvasni, itt van az a jel, amit a telefon felismer. Majd a kiemelt szerepet kapó Mosasaurus is látható. Egy Stegosaurusszal folytatódik, amely az elveszett világhoz képest már egy tudományosabban elfogadott méretet mutat ebben a részben. Az akkor még újdonságnak számító Apatosaurust is bemutatja, mármint a 2015-ös filmben újdonságnak számított, egy régi visszatérő Triceratops is kicsinye, Gallimimus a róla elnevezett völgyben, majd a Raptor Squadot, ugye a négy taggal, köztük Blue-val, Charlie, Echo és Delta társaságában. A szintén újdonságnak számít a filmben, ebben a részben a Dimorphodon, amely hát itt nem a legszebb kinézetet kapta, vannak sokkal szebb rekonstrukciók. Pteranodon, amely ebben a részben szintén a dizájnja egy újdonságnak számíthatott, mert az első részben, amiben megjelent, ugye az elveszett világban, illetve a folytatásban a Jurassic Park 3-ban is teljesen más külsővel jelent meg. Tehát ez egy másik vérvonal tagja. Majd a könyv leges legvégén megjelenik az Indominus is, és a szelídíthetetlen címmel írták le, amely egy majdhogy nem egy tükörfordítása, hiszen az Indominus az az ilyen nevelhetetlen, vagy ilyesminek lehetne lefordítani. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!